A Körösi körül felállított egészségnapi sátrak közül az egyik legnagyobb forgalmat lebonyolító az volt, amelyben a nagyon sok embert érintő allergia kiderítése és adott esetben vészhelyzetek kezelése volt napirendem. Az ingyenes tesztekről és tanácsokról kérdeztem Szívósné Rabeditet, aki mellesleg 15 éven át kőbányai óvónéni volt, aztán váltott, és most egyebek mellett az Allergénius Egyesület elnöke. Milyen missziót vállaltak? Kérdeztem őt. Az egyesületünk, az Allergénius Egyesület 4 éve alakult meg, és pont azért, hogy a súlyos allergiával élőket, családjaikat segítsük, illetve maga az intézményekben, nevelési oktatási intézményekben képzéseket tartsunk, azért segítsük a pedagógusokat, hogy ezeket a gyerekeket el tudják látni, be tudják fogadni, és helyet kapjanak ebben a közösségben is, ne kelljen a szülőknek mindig másik óvodát, bölcsődét keresniük, hogy elfogadják a gyerekeket, és most nagy feladatunknak érezzük, hogy elsősegélynyújtás oktatást tartsunk, és maga ebbe a rendszerbe beleépítettük az allergiát, a súlyos allergiát, anafilaxiának az ellátását is. Egy protokollt kidolgoztunk, hogy a nevelési oktatási intézményekben, hogy lehet fogadni ezeket a gyermekeket, miként kell segíteni a mindennapjaikat. Mik az alapvetések, amikor egyáltalán gondolkodni kezd valaki ilyen helyzetről? Hát már általában kisgyerekkorban azért vannak apró tünetek, csak nem biztos, hogy a szülő feltétlenül felfigyel rá. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy a pedagógusokat is beavassuk már az apróbb, enyhébb tünetekbe is, hogy tudjon szólni a szülőnek, hogy vigyel esetleg orvoshoz, hogy figyeljenek rá legközelebb. Ugye az ilyen tünetek, amikor csak egy-egy csalánkiütés van, csak picit esetleg fáj étel után mondjuk a hasa, amikor étkezett, tehát nem csak a pollenallergiára gondolva, ugye, ami tüsszögéssel jár, szemkörnyezéssel, hanem az ételallergiákra is. A későbbi időszakban, ha már egyszer legalább találkozott a szervezet az allergénnel, akkor másodjára, harmadjára vagy több egyszerre már akár sokkal súlyosabb tünetek jöhetnek, ahol amikor az étel elfogyasztása után percekkel később már jönnek a súlyos tünetek, a fullad, köhög, zihál, nem kap jól levegőt, ödémás lesz az arca, szája, szeme esetleg, és nagyon súlyos, erős hányás lehet. Ugye az véredek kitágulnak, a vérnyomás leesik, és perceken belül akár össze is eshet, eszméletlen lesz, vagy akár a légzése leáll, a keringése összeomlik. Tehát itt nagyon fontos, hogy perceken belül tudjon dönteni, akár a szülő, ha a gyermekkel van, akár hogyha az intézményekben vannak bent, akkor ugye a pedagógus vagy a társak felismerjék, és mi ezt fontosnak tartjuk, hogy a tüneteket megismerjék a környezetben élők is, és gyorsan tudjanak reagálni. Ugye amikor valakin tapasztaljuk a súlyos tüneteket, ebben az esetben le kell fektetni a gyermeket, hogyha nem kap jól levegőt, köhög, zihál, akkor ültető helyzetben is helyezhető, ha eszméletlen, akkor pedig stabil oldalfekvésben. Megalakítottuk januárban az Allergénius programot, amelyben kértük, hogy minden intézményben legyen kihelyezve autóinjektor, adrenalin autóinjektor, ez az egyetlen egy életmentő eszköz az anafilaxiának, és úgy, hogy ezt tudják is használni. Ugye elég sok helyen most már kezdték az önkormányzatok beszerezni, a pedagógusok képezve vannak, és ezért gondoltuk, hogy itt is elhozzuk ide a rendezvényre, megmutatjuk, hogy hogy kell alkalmazni. Tehát, hogyha már lefektettük a gyermeket, beadtuk az első adrenalint, a mentőt kihívtuk, és ha nincsen jobban 5-10-15 percen belül a gyermek, vagy nagy Isten még rosszabbul van, akkor beadható a másik adrenalin injekció is, és utána értesítjük például csak a szülőket. Tehát akkor végül is a vészhelyzetben egy úgymond amatőr is segíthet, és aztán utána jön az orvos. Így van, tehát nem minden esetben tudjuk megvárni azt, hogy az orvosi segítség megérkezzen. Ha bizonytalanok vagyunk, egyáltalán eleve a tünetekben, hogy ez valóban az, bár ugye amikor dagad a gyermek arca, az egész meg nem kap levegőt, vagy sugárba hány, akkor mondjuk elég egyértelmű egy étkezés után, tehát akkor nyugodtan előkaphatjuk az adrenalin autóinjektort, és már is cselekedhetünk. Ha bizonytalanok vagyunk, érdemes felhívni ugye akkor a mentőt, azonnal kérni mentésirányítást, és úgy, mint egy újraélesztésnél fognak nekünk segíteni, és a helyes döntés. És meg fogják helyettünk hozni, és amire kiér a mentő, addigra esetleg életben tudtuk akkor tartani. Mennyire gyakori az, hogy ilyen súlyos tünetek jelentkeznek? Számszerűt nem tudok mondani, viszont meglepődtünk, amikor egy szakorvosi társasággal egy felmérést készítettünk, hogy
mennyien lehetnek az intézményekben allergiásak, az biztos, hogy minden osztályban már 2-3 allergiás van, és minden intézményben azért azt tapasztaljuk, hogy most már előfordult, hallottak róla, láttak róla, nagy Isten, ott lett rosszul a gyermek, hogy azért vannak már anafilaxiások, tehát aki súlyos allergiás reakcióval reagál az allergénre, hogy egyre többen vannak, és számuk rohamosan nő. Végül is akkor az a akciósorozat megtanulható laikusoknak is, amit önök javasolnak, ugye? Így van, hát ez az adrenalin autoinjektor, ez nem orvosi kézbe született, hiszen ők rendes felszívós adrenalin tudnak beadni, tehát ez kimondottan laikusoknak, gyerekeknek, akár önmagának be tudja adni, saját magának a gyermek. Tehát megtanulható, egyszerű, leginkább ugye a legfontosabb az, hogy a tüneteket felismerjük, és azonnal tudjunk cselekedni, még pánik helyzetben is. Nyilván, hogyha valaki érintett, és még ismerkedik egy ilyen lehetőséggel, akkor kérdésként elhangzik hamar, hogy veszélye nincs-e egy ilyen adrenalin injekciónak. Ugye, mint bármi másnak, minden gyógyszernek biztos, hogy van veszélye, de mint mondtam, ez egy adrenalin injekció, amit a saját szervezetünk is termel, akár egy fogászati kezeléskor is kapunk adrenalint, és ebben a helyzetben, amikor a vérnyomás leesik, és a vérerek kitágulnak, ödémásodás történik, akkor ez az egyetlen szer, ami meg tudja újból emelni a vérnyomást, és el fogja kerülni a keringés összeomlást. Tehát nincs más lehetőség. Nagyon minimális annak az esélye, persze van olyan, amikor nagyon idős korban mondjuk, nagyon magas a vérnyomás, nagyon pajzsmirigy beteg valaki, tehát vannak olyan betegségek, ami extrém helyzetben akkor esetleg nem használható, de ha ő is mondjuk anafilaxiás, akkor is csak ez fogja megmenteni a helyzetet, hiszen ez megemeli a vérnyomást. Ha anafilaxiásokot kap valaki, akkor még leesett ugye a vérnyomása, tehát nem lesz épp adott pillanatban magas a vérnyomása, amire még rátennénk az adrenalint. Itt a háttérben milyen vizsgálatok zajlanak éppen? Az egész nap folyamán jöttek hozzánk az érdeklődők különböző panaszokkal, hogy pollenallergiára vagy ételallergiára gyanakodnak, de nem jutottak el megfelelő vizsgálathoz, és a Cordan laboratóriummal együtt dolgozva, együttműködve megalakítottuk a vizsgálatok lehetőségét, és elvégezték itt a vizsgálatokat, úgyhogy a vendégek pár napon belül meg fogják kapni a tüneteikre az eredményt, és akkor mehetnek szakorvoshoz, vagy már van, aki ugye a gyerekeket pedig orvosi papírral hozták beutalóval, hogy milyen vizsgálatot szeretnének, mit javasolt az orvos, mindenkinek azt javasoljuk, ha elvégezte a vizsgálatot, vagy a jövőben fogja, de tünetei vannak, mindenképp szakorvossal konzultáljon erről, illetve még itt a hátam mögött a sátorban elsősegélynyújtási gyakorlatot mutattunk benne, oktattuk az újraélesztést, a stabil oldalfekvést, az adrenalin autóinjektornak a használatát, a fulladásos tüneteknek a kezelését, a hemlikfogást, illetve hagyományos vérnyomásmérés, EKG mérés, koleszterin húgysavmérést is végeztünk. Két fiatalember segítségünkre volt. Egyrészt szülői hozzájárulással megmutatták a vérvételüket, másrészt azt is láthattuk, hogy az életmentő adrenalin beadása az immár szakorvos által felírható eszközzel könnyen megtanulható. Gratulálunk, milyen volt ez a vérvétel? Semmit nem lehet érezni, csak annyit, hogy megcsíp egy légy. Az igazán bátor dolog volt, ahogy ide beültél. Általában, hogyha orvoshoz mész, akkor nem tartasz tőle? Nagyon nem. Akkor jó van, de egyébként egészséges vagy, igaz-e? Igen. Melyik suliba jársz? Akada. És hanyadikos vagy? Harmadik B-s. Nagyon ügyesen bemutattad az előbb az adrenalin injekciónak a technikáját. Miért van erre szükség? Először is azért, hogy megmentsünk egy életet például. Neked mikor kellett elkezdeni erre fölkészülni, erre a metódusra? Másfél évesen kellett, mert ettem egy köles golyót, amit nem tudtuk, hogy magyaros, és ezért hát elkezdődött az anafilaxia, és így ez történt. És mit jelent ez, mennyire kell vigyázni arra, hogy mit eszel? Nagyon kell, például mindent el kell olvasni, meg barátoknak meg kell mondani, hogy ne hozzá be mogyorót, és akkor így megelőzhető. És a vérvétel az milyen gyakran történik? Egy évente. Egyébként pedig láttam, hogy remekül focizol, tehát az életed egyéb dolgait ez nem zavarja? Nem zavarja, hát csak annyi, hogy figyelni kell, hogy ne egyek mogyorós terméket.
akkor is reagálsz, hogyha a mogyoró közelében vagy? Igen, ezért kerülni kell a mogyoróbokrakat, nekem, meg ezeket a fajtákat, meg csokikat. Hanyadikos vagy? Ötödikes. És hova jársz, melyik suliba? Nagytartsán. Az ilyen típusú allergiával élőknek valóban például egy szem mogyoró közelsége is óriási gondot jelent, és közben megesik, hogy mondjuk az iskolában akár elkezdik mogyoróval dobálni őket. Szóval az ismeretek terjesztéséből sohasem elég. Ehhez próbáltunk meg hozzájárulni mi is.